Fog készülni a gombóc. A főtt krumplit áttörtük krumpli nyomóval, és most ebbe annyi lisztet teszünk, amennyit csak fölvesz. Addig nyomdossuk, még össze nem áll a tészta. Gombócot készítsük, amit áttörtünk krumplit, amennyi lisztet felvett, akkor ezt most elnyújtjuk, a tésztát kockákra vágjuk, és akkor ebbe rakjuk bele a szilvalikvort, amit lehet ízesíteni fahéjjal, vaníliacukorral. Ezeket a kis kockákat, így a négy csücskit összefogjuk. Mutasd csak! És akkor meggömböjítjük, és kész a gombóc. Ez házi lekvár vajon? Ez házi lekvár, ez herencsénybe, üstbe főzött, nem fazékba. Itt még vannak a katlamba főzött. Lekvárok? Lekvárok is. Minden család, mindenki magának főz annyit, hogy kitartson a télen. Elmentünk fonni keresztanyónkhoz, meg így a rokonszobba. Nagyon örültünk, ha gombócot csináltak, meg nudlit. Ebben a tésztából lehet az nudlit is volni. És ezt jó megfőzzük, ezt nehezebben veti fel a víz tetejére, mint a, amikor szélnemetértet, vagy valami ilyesmit, vékonyabb tésztát főzünk. Ez megolvad. Ráteszem a zsömlemorzsát, a megolvasztott zsírra. És ezt kevergetve meg kell pirítani. És ez fog kerülni rá cukorral a gombócokra. A forró vízbe beletettük a gombócokat, azok most már följöttek a víz tetejére. Most ezeket kiszedjük szedőkanállal, szűrőkanállal, és ebbe a talba tettünk egy kis zsírt, hogy ne tapadjon össze, és akkor abba belerakjuk. Zsömlemorzsa szépen megpirult, ugye, egy szép rózsaszín, és akkor beletettem a cukrot, és akkor ebben elkeverem, és akkor még teszek rá egy fedőt, hogy úgy hagy aljon, vagy hagy puhuljon egy kicsit, még mielőtt forgatnánk bele a gombócot. Így most megforgatjuk a gombócokot, hogy mindenütt legyen rajta a zsömlemorzsába. Megszórjuk még cukorral, és ez így van kész. Így van kész, és ha kihűlt, vagy valamennyire meghűlt, melegen nem szabad enni, megfajul a gyomra bárkinek. Teszek hozzá a zsírt, hagymát teszem, és ennek meg kell pirulni a förkölt alatt. Ez az első, amit a palóc gulyáshoz kell. Összevagjuk apróra a húst. És minden kanalba jut egyik legalább. Aranysargóra sütjük, és akkor a szép sarga, akkor beletesszük a paprikát. De vigyázzunk rá, hogy még ne égjen. Rátesszük a húst. Így. És akkor fogom rátenni a borsot. Borsot. Körülbelül is tudjuk, hogy mennyi sókör, körülbelül egy olyan kiskana só. Most már megfőtt benne a krumpli, és beletesszük a zöld babot. Most a pörköltet is beletesszük, hogy ez együtt összeforjon. Palóc gulyásnak ez az utolsó művelete. Most már összefőtt a krumpli, pörkölt és a zöld bab, és most behabárjuk, ugye előre megkészített liszttel, tejjel és tejföllel. Babél levél köl bele. Így, mert még ez is jó ízt ad neki, és ezt is csak így utólag kell beletenni, mert így akkor jobb az íze neki, hogyha utólag van beletéve a babéllevel, így mind itt is látni. Sokat? Még én nem sokat szeretek. Keveset, de jót. A krumplit megfőztük,
És akkor ezt összenyomdossuk teljesen, addig forraljuk, míg ez teljes sima nem lesz, hogy krumplibús egy darabka se marad. Sós vízbe ugye megfőztük a krumplit, összetörtük, és most forr, lehet látni, hogy forr, és akkor liszttel összekeverjük. Mert ha sok lisztet teszünk, akkor kemény lesz. Akkor kemény lesz, és úgy jó, hogyha ez puha. És majd mindjárt elkezd szuszogni. Ma akkor nem teszünk bele lisztet, mikor ma szuszog. Szaggatjuk kanállal. És akkor ezt így ugye megszúrjuk túróval. Még teszünk rá a zsírt, hogy mert erre kör, hogy tegyünk. De két bodonyban végig menni nem mer. Nem mert azt mondják, se nem szoknyát visel. Szallag és fadar, és van a derekán. Barna legény kopogtat az ablakán. Ne kopogtass, barna legény, gyere, ölelésre vár a karamidáv. Gyere be, te kedves babám, te rád nem haragszik az édesanyám. De azt a gyűrűt, amit adtam, ad vissz, mert közöttünk a szerelem nem tiszta. Jaj, édes Istenem, hogy adjam vissza? Nem volt arany, mint megette a rozsda. Azt a gyűrűt dobjuk be a patakba, hogy a pataknak a vize hagy mossa. Hagy mossa, mossa tisztára, szerelmünk is legyen közöttünk tiszta. Káposzta, káposzta, téli nyári káposzta, édesanyám háza, nálad miért ülte árva? Az lesz a káposzta, kacskarimbos levelére ráírva. Érted leszek rózsám, három évi katónak. Leszeljük a krumplit a strapacskához, megsózzuk, de közben összevágjuk a szalonnát, ami lesz a túrós strapacskára. És akkor lisztet keverünk hozzá. Ez a strapacska. Összegyúrjuk. Itt ma sül a káposzta. Megsózzuk. Egy kicsit megcukrozzuk. A forró vízbe főzzük ma a strapacskát. Sós forró víz. Megolajozzuk. És akkor utána pedig rátesszük a, hol a káposztát. Ez nagyon finom. És ízletes, ez a káposzta strapacska, ez pedig a túrós tejfölő strapacska. Ez az alsó kötényból, máskülön szászoros szőlőből van, de máskülönben úgy hívják, hogy faszatuti szőlő. Kint voltak külföldön, hoztak ilyen mindenféle ízesítőket, mindenféle backokat, rozmarin, bazsalikum, akkor ilyen bogyó, meg ez, meg az. Öcsém úgy megbetegedett, úgy fajta nyomra, mondta a fiamnak, tudod mit fiam, ez többet ne csinálod, ezt hagyd abba. Megkóstoltam én is, hát én ilyet nem ennék. A sós vízbe főtt krumplit átnyomjuk, és akkor teszünk bele lisztet, összegyúrjuk. Jó, ne legyen se puha, se kemény, és utána nagyon lisztezzük, hogy ne ragadjon oda, és jó, szépen megkinyújtsuk, és akkor a platnyi süssük. A platnyi süssük, megzsírozzuk, és utána pedig lekvarra nekény. Kérsz egy pohárvizet? Nem, bort. Tudod, mikor az? Légy már, akkor erre kezdjük, jó? Lehet a bort. A bort. Gyere, ezt a jó kis. Egyre. Vörös bort ittam az este, angyalom ragyogom, szeretem a bort.
most is részeg vagyok tőle, angyalom, ragyogó csillagom. A lábamon alig-alig állok, mégis szeretnek a lányok, angyalom, ragyogom, szeretem a bort. A lábamon alig-alig állok, mégis szeretnek a lányok, angyalom, ragyogom, szeretem a bort. Alsó petény hatalraba telvet, termet, magba való szilva, azt mi kifejtettük, megdaraltuk, és megfőztük. És ez valódi házi szilva. Ez régen ilyen lekvarral ették csak.